Újra magyar szó hallatszott az udvarnoki Szent Száva általános iskolában, ahol már néhány éve megszűnt a magyar tannyelvű oktatás, ugyanis az iskola adott otthont a versenynek. Ha az ötlet nem lett volna jó, akkor ma itt nem lenne versmondó verseny, de hát ez egy olyan esemény, amelyre az emberek készülnek, a tanárok készülnek, gyermekek készülnek, és eljönnek ide udvarnokra, ahol nagyon nagy veszélyben van a magyar nyelv, és magyar verseket mondanak. Csodavár, csodavár, mesetornyán, kukorékol a kakas. A gyerekek 4 korcsoportban vajdasági magyar költők verseit szavalták. Fenyves Jottó csak annyit írjon című verset szavalom. Hát egy nagyon kicsikét izgulok, de ez majd el fog múlni, hogyha kiállok a színpadra. A rendezvénynek vannak visszajáró fellépői is. A múzsai kormányos Ákos idén 3-szor lépett fel. Én itt szeretek szavalni. Én Koszolányi Dezsőnek a kalap versét hoztam. Először úgy volt, hogy én egy prózát mondok, de nekem az nem tetszett annyira, és ezért ezt a verset választottam. A rendezvény vendége Csík Mónika költő volt, aki bemutatta a Szekrénylakók című kötetét. Sokszor gyerekek tőlem is választanak verset, és érdekes lenne megmutatni nekik, hogy hát vannak élő költők, akik akár el is jöhetnek, és meg is hallgathatják az ő produkciójukat, tehát egyfajta író-olvasó mini találkozóra gondoltunk. 16 településről érkeztek versenyzők. Idén is 40 jelentkezőnk volt, ami a tavalyi és a korábbi évek átlagához egészen elfogadható. Szóval nem érezzük azt, hogy kevesebb lenne versmondó, sőt a színvonal egyre növekvő tendenciát mutat. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség fontosnak tartja a rendezvényt, és igyekszik hozzájárulni a sikeréhez. Nagy öröm az, hogy a bánságból mennyi tehetség tud megmutatkozni, és hogy mekkora pedagógusi, szülői és versfelkészítői munka van mindez mögött, mekkora alázat és mekkora öröm a szülő részéről, a tanár részéről, a gyermek részéről. A szervezők azt remélik, hogy jövőre udvarnokon emléktáblát avathatnak majd Szűcs Imre szülőházán.